A szolgálat létrehozásakor egyértelmű célkitűzés volt, hogy egy olyan képzési és kereseti alternatíva jöhessen létre, amely főként azokat a fiatalokat szólítja meg, akik az idei tanévben valamiért kénytelenek elhalasztani felsőfokú tanulmányaik megkezdését, illetve szeretnék kipróbálni magukat a katonai pályán. Kínáljuk azt, ugye, hogy egy alapképzésben vesznek részt, elsajátíthatják azokat a képességeket, amelyek fontosak a magyar honvédség életén belül, illetve ami plusz és különlegesebben az önkéntes katonai szolgálatban, hogy a felsőoktatásban felhasználható többletpontokat szereztetnek azok a hallgatók, akik nem kerültek be a felsőoktatásba. Így azt gondolom, hogy egy olyan plusz tudunk nyújtani azon felül, hogy egy speciális képzést, illetve egy olyan lehetőséget kapnak, hogy bekapcsolódjanak a magyar honvédségbe, ami mindenképpen érdemes a figyelembe ajánlani. Az ÖKÁSZ 2+4 hónapos katonai szolgálat teljesítését vállaló jelentkezők egy átfogó honvédelmi ismereteket nyújtó képzésen vehetnek részt, amely az élmény tapasztalatszerzés mellett stabil kereseti lehetőséget, megélhetési alternatívát is kínál. Az egységes alapkiképzés rendszerének megfelelően egy alapkiképzéssel indít minden katona, aki önkéntes katonának áll, ő is ezzel a rendszerrel találkozik. 5 héten keresztül megtanulja a honvédségbe azokat az alapfogalmakat, ismereteket, aminek megfelelően később a komolyabb képzéseken részt tud venni, vagy esetlegesen majd később a tényleges katonai szolgálata alatt sikeresen tudja vállalni feladatait. A kiképzések a jelentkezők létszámának függvényében tervezetten a megyeszékhelyeken és Budapesten indulnak. A jelentkezés feltételei egy házi orvosi véleménnyel egyenértékű egyszerűsített egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálat, betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakcím, valamint büntetlen előélet.